Hello, Ági! Szia! Úgy szeretek mindig ide bejönni hozzád, most már ezt is vártam, hogy így sor kerüljön erre a beszélgetésre, mert Facebookon követtem így a posztjaidat, és mindig valami újdonsággal rukkolsz elő. De kezdjük az elején, hát ha valaki nem tudja, hogy te pont a pandémiának a kezdetén nyitottad ezt a boltot. Hogy jutott eszedbe egyáltalán az ötlet, hogy kell egy ilyen hiánypótló kezdeményezés, ez egy csomagolásmentes bolt, kicsit környezettudatosságra ösztönzi gondolom az embereket, a vásárlókat. Hogy jutott eszedbe, és hogy belemertél vágni akkor, amikor itt mindenki teljesen bezárkózott? Hát így van, tényleg a pandémia kezdete után nyitottam, tehát így a hullámzások között nyitottam a boltot. 2020. augusztus 29-én volt a nyitónap. Hát nálam az Ira pontot azt tette fel, amikor elhatároztam, hogy nekem kell egy ilyen üzlet. Ugye beköltöztünk a saját otthonunkba, kb. Két héttel azelőtt, mielőtt megszületett a kislányom, és hát ott tudatosult bennem, vagy utána tudatosult bennem, hogy mennyi szemetet termelünk, tehát a pelusok, az, hogy minden nap főztem, a tésztacsomagolások, az ételeknek az üres dobozai, brutális mennyiségű szemetet halmoztunk föl, és innét indult a bogár, hogyha csak a mi háztartásunk ennyi szemetet termel, akkor hogyha az összeset összeadjuk, hát ez rengeteg. És akkor mégis itt kezdtem el kattogni, hogy akkor valamit kéne lépni, és egy angol videó, ahol egy ilyen zero waste shopot mutattak be, onnét jött a löket, hogy akkor nekem is kell egy ilyen. Azt tudom, hogy szenzáció volt, mert akkor ugye az újságban és a Facebookon is lehetett látni, nekem ismerősök is mondták, Én is eljöttem megnézni, hogy partnerek voltak az emberek abban, hogy itt mindenki jön a kis szütyőjével, a kis dunsztos üvegével, a kis dobozkájával, itt nincsen csak ilyen papírstaneci nálad, egyáltalán nincsen semmiféle műanyag, csomagolóanyag, tehát hogy be kellett így, rá kellett vezetned az embereket, vagy voltak már eleve olyanok, akik éhezték ezt a fajta ilyen boltot vagy kiszolgálást, és eleve már úgy jöttek, hogy hozták a maguk is csomagoló vagy a tárolóeszközeiket? Hát én a nyitónapon iszonyatosan, most is a hideg kirász, hogy rá gondolok, nagyon meg voltam lepődve, mert ahogy kinyitottam a boltot, a nép elkezdett áramlani, és mindenki kosár, befőttes üveg, üres tisztítószeres flakon, és így lestem, hogy mondom, mi van. Tehát, hogy erre tényleg ekkora igény van. És azóta is azt mondom, hogy elég sokan maradtak ez a vásárlási forma mellett. Sokan csatlakoztak hozzánk is, voltak, akik kevésbé voltak kitartóbbak, ők lemorzsolódtak, de vannak olyan vásárlóim is, akik nem a csomagolásmentesség miatt járnak ide vásárolni, hanem a termékeknek a minősége miatt. Mert hogy ezek így javarészt ilyen biotermékek, vagy biogazdaságokból származó termékek, vagy olyan, nem is tudom, mondjuk vannak lisztek is, amik olyan magas mondjuk sikértartalommal, vagy tápanyagtartalommal rendelkeznek, amik fontosak valakik számára, tehát hogy minőségi alapanyagokból minőségi ételeket készítsenek. Így van, most azért a bio részét azt, tehát figyelek arra, hogy a zöldséget, gyümölcsöt hozok a boltba, az csak is a vegyszermenteset, de leginkább javarészt a termelői dolgok találhatóak meg a boltba, nem minden esetben csak a bio, tehát hogy inkább a helyi, meg környékbeli termelőket próbálom támogatni, meg az országban azokat a vállalkozásokat, akiknek kimagasló minőségű termékeik vannak. Ők nem kapnak elég fórumot? Tehát, hogy vannak itt a környéken ilyen kis termelők, akik otthonnak is kertjükbe termelgetik ezt, azt, amazt, és akkor nekik ez egy jó lehetőség volt, hogy így egy kicsit nyilvánosságot kapjon, hogy ne egy szűkebb környezet vásárolja, hanem egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt meg tudják mutatni a portékájukat. Most azoktól, akiktől én hozok, többen vannak úgy, akiknek már alapból megvolt a saját vásárlói köre, az én boltom az egy plusz volt nekik, de vannak többen úgy, akik például induló vállalkozásként láttam bennük esélyt, és úgy kerültek nagyobb hírnév elé, hogy a polcra kitettem a termékeiket. Neked is azóta otthon így fontos, hogy itt vannak azért környezetbarát tisztítószerek, ugye a termékekről már beszéltünk, kevesebb csomagolás van, amit, tehát hogy változott nektek is az életetek? Törekszel arra, hogy így mindenből
rossz szó az, hogy minőséget, de hogy tudatosabban vásárolják. Teljes mértékben nyilván anélkül egy ilyen boltot se lehetne üzemeltetni, hogyha maga a szellemem nem ezt a vonalat vinné tovább. Nálunk is, amikor így átkattant a bogár, hogy akkor ezzel a szeméttermeléssel valamit kell kezdeni, akkor először a fürdőszobát kialakítottam teljesen hulladékmentessé, műanyagmentessé. Aztán utána, amikor megnyitottam a boltot, akkor már így a konyha terén is teljesen le tudtam cserélni azokat a dolgokat, amiket felhasználtam hulladékmentesre, meg nyilván minőségire, tehát nem a silány, szennyezett dolgokat fogom a gyerekemnek se adni. Partnerebb a férjed, meg a gyerek, vagy a szűkebb család? De ez érdekes kérdés. Megmondom őszintén, hülyének néztek, amikor én ezt így benyögtem otthon, hogy fejre is állhatok, már pedig ez a bolt, ez nekem kell. Igazából nem látták benne a lehetőséget, meg azt, hogy mekkora forgalmat vagy érdeklődést vonhat magával ez a dolog, meg hogy erre tényleg igény lehet egy megyeszékhelyen. Kicsit tartottak tőle, kicsit féltek, hogy én majd negatívumként fogom megélni ezt az egész dolgot, de aztán elég konok vagyok ahhoz, hogy így szemellenzőt fölvéve, és akkor amit akarok, azt próbálom beteljesíteni. Csökkent így, ugye végülis ebben a karantén időszakában is te nyitva voltál. Igen. Én is jártam ide, vettem lisztet, sütöttem kenyeret, hogy ez a lázes csökkent, mert akkor tudom, az egész város, az mindenki, egész ország, mindenki kenyérsütési lázba égett. Hát nálam annyiba csökkent a dolog, hogy nincs időm vele foglalkozni. Tehát amikor ugye az első hullám bejött, a bolt még nem volt meg, ugye én otthonról szerveztem, rendeztem, hogy kit, mit, honnét tudnék betenni a boltba. Közben én is sütögettem, kovászoltam, etetgettem, csinálgattam a kis péksütiket, mindenfélét, de aztán most így, hogy a bolt, meg ugye a piac is már létezik, így semmi időm nincs ilyenekre. És a vásárlóidnak, tehát ott a vásárlóknak a kedve észreveszed, hogy csökkent így a kenyérsütés iránt, mert heti rendszerességgel be kell jönni lisztet venni. Igen, azt mondom, hogy ez a covidos időszak alatt nagyon jól ment. Tehát mindenki jött, lelkesen mutogatták a fényképeket, hogy ilyen kenyeret sütöttem, ebbe ez van, abba az van, nálad vettem a lisztet, de jó, tök jó recepteket cseréltünk. Aztán most arra, hogy itt csendesedett ez a pandémiás helyzet, kicsit azt veszem észre, hogy ilyen kenyérsütéstéren megállt az élet. Van neked egy másik ilyen nagyon nagy kezdeményezésed, ami ugye az utóbbi pár hétben robbantotta megint a környéknek a kedvét. Mm-hmm. Bogyisznón laktok, és ott van egy gyönyörű Holdunapart szakasz, amit nemrégében fel is újítottak, van. Igen. Ott egy közösségi tér, és te ott valami csodát alkottál. Hát így van, létrehoztam, úgy gondolom, hogy a környéknek az első olyan termelői és kézműves piacát, vásárát, ahol széles kínálattal, nagy létszámmal jelenik meg termelő és kézműves egyaránt. Mellette még számos programmal, kikapcsolódási lehetőséggel is készülgetek. Hát hála az égnek elég nagy lett erre is az érdeklődés, úgyhogy nem panaszkodhatom. Ezt miért szeretted volna? Kicsit nekem ez ilyen hiánypótló dolog volt, sok mindent nem kaptam meg a környéken, a boltom ellenére, meg a helyi piac meglét ellenére sem, amiket szerettem volna, meg így a boltban, a vásárlóknál is éreztem, hogy vannak hiányosságok, amiket a környéken nem tudnak megkapni, és akkor így gondoltam egyet, hogy akkor fölveszem ismét a kapcsolatot azokkal az országban lévő, esetleg távolabbi termelőkkel is, akiket picit így elfelejtettem a egy-két hónap alatt, és végül is ez a piac lett belőle. Az elsőn ott voltunk, akkor forgattunk veled is egy riportot, akkor 10 órakor nyitottad meg, igen, vagy akkor volt a hivatalos nyitás, és tudom, 10:30-ra már tömbbe volt minden. Igen. És a másodiknál gondoltam, hogy na, akkor kezdésre oda megyek, hát ha lesz parkoló. De tömbbe volt már, igen, hogy ott már kora reggeltől kezdve özöllöttek, igen, az emberek, igen, és mindenkitől azt hallottam, hogy ú, de jó, mert hogy elhozhatta a gyereket a kis bicikliével, a kis kutyájával, a mindennel, ott le tudtak ülni, ugye a Bogyisztói Hagyományőrző Egyesület is, és birkapörköltet főzött első alkalommal, tehát hogy miket kapsz így vissza, hát milyen visszaigazolást? Csupa pozitív dolgot kapok ezzel, meg nem is hiszem el, hogy ez is így pillanatok alatt egy ennyire színvonalas, ennyire nagy rendezvényén nőtte ki, nagy, hát
nagy, viszonylag nagy rendezvényén nőtte ki magát, hogy ennyi embert érdekel megint csak az, amit létrehoztam. Mert ott ugye el tudnak tölteni egy egész napot. Hát így van, gyönyörű szépen ki lett építve a Holdunának a partja, le lehet ülni, le lehet heverészni, kisgyerekek a játszótéren el tudnak lenni, a kutyával be lehet sétálni a tavat, mert úgy meg van csinálva, hogy azt az 5 kilométert le lehet sétálni. Mellette ugye minden alkalommal vasárnap van a piac, ebéddel készülünk nekik, tehát igazából se főzni semmit nem kell, aki kiérkezik. Kellemes napot el lehet ott tölteni. Hogy működik ez nálad? Kitalálsz valamit? Belemegy a bogár a fejedbe, elkezd ott motoszkálni, és akkor így mindig jönnek az újabb-újabb ötletek, hogy akkor na még ezt, na még azt, na még azt. Hát pont így szerintem, igen. Meg nekem ami így a legdurvább, hogy lefekszek este, és éjjel bekattan a bogár, hogy na hát akkor ezt el kéne hívni, na akkor ezt meg kéne csinálni, és akkor másnapra meg már le van szervezve a dolog, mert igazából addig nem hagy nyugodni, amíg végig nem megyek rajta, és nem történik úgy, ahogy én szeretném. Most a legközelebbinél, ott egy országos, Szabi az országnak a pékje, aki a karantén időszak alatt tényleg YouTube-on keresztül, lépésről lépés, a kovászneveléstől, a kiveszem a sütőből a kenyeret, mindent végigmutogatott a nem tudom hány millió embernek, ő is elfogadta a meghívást. De szerintem ez nagy dolog. Én is úgy érzem, hát örülök neki, hogy ilyen kapcsolata sikerült szertenem itt az évek során, és hogy tényleg ő is azt mondja, persze Ági, szívesen eljövünk. Ott a Bogyiszlón örülnek azok a helyiek, vagy a Bogyiszló környékén élők, kistermelők, hogy oda mehetnek és bemutathatják a portékájukat? Tehát kapsz tőlük pozitív visszaigazolást? Megmondom őszintén, hogy túl sok bogyiszlói termelőm nincsen kint a piacon. Tehát most itt az utolsón talán 3 termelő volt, akik részt vettek rajta. A Fogol Pistiék mézekkel ők mondjuk az eleje óta részt vesznek, meg a továbbiakban is számítanak arra, meg én is szeretném, hogyha részt vennének rajta. Egy kicsit a tényleg csak a helyit is értékesíteni, vinni a hírét. De most ugye a Bogyiszló inkább a paprikáról híres, de én azt mondom, hogy azoknak a paprika termelőknek megvan a saját vevőkörük. Nem az, hogy piacozzanak, hanem az, hogy ők nagyban eladják a megtermelt dolgokat, és igazából ők pár hónap alatt túladnak ezeken a termékeken, úgyhogy így sajnos nincsen kapacitásuk arra, hogy még a piacon is részt vegyenek. Van még ötleted, hogy innen még hova persze, tovább? A csillagos ég, persze. Jó, ne lőd le a poén, csak így van, persze, számtalan ötletem van még, amivel tudom fokozni a hangulatot és az érdeklődést. És a sok tennivaló mellett, mert azért te vagy itt a boltban, nincs alkalmazott. Igen. Van valami, amivel ki tudsz kapcsolódni? Vagy most ezek az új dolgok, az új utáni keresés vagy kutatás, az kapcsol ki? Vagy? Én azt mondom, hogy a munkám a hobbim. Tehát, hogy ezt imádom csinálni, most ez a piacos dolog, ez még jobban éltet, meg egy akkora löketet adott nekem, hogy tudom, hogy merre van az utam és hogy mit kell csinálnom. De mellette nyilván szeretek a barátokkal összeülni, eszegetni, iszogatni, főzőcskézni, pecázni is örülnék, hogyha most már végre egyszer tudnék menni hosszabb időtartamra, és nem csak fél órára, amíg a fiúkat leviszem, vagy mit tudom én, nem napot eltölteni. Autósportokat is szeretem, de hát ugye mostanában ez így mindenki marad. Na mesélj erről, milyen autó? Ezt nem is tudtam. Horgászol, autósportok? Én egy ilyen fiús beállítottságú csaj vagyok, igen. Offroadozni nagyon szeretünk. Nem mondod. Pecázni is nagyon szeretünk. Dunán van telkünk is, úgyhogy igazából ilyen vízparti autós vonalon. És offroadozni hobbi szinten, vagy volt olyan verseny, ami... Versenyezni nem. Hát most nem tudom, Somogy Babod, ugye ezekben a körökben elég ismert név, ott rendszeresen részt veszünk, amikor a fesztivált rendezik, meg ugye mellette ilyen kis határjárások, megyejárások történnek. És előtte te mivel foglalkoztál? Mielőtt ebbe beleve, igen. Szerintem te sejted. Autószerelő a szakmám, és... Nem már. De nem tudtad. Nem. Pedig autószerelő a szakmám, aztán ugye azt elvégeztem, akkor utána egy ismerősöknél bontóban dolgoztam gumis műhelybe, aztán egyik ismerősömnél lehúztam egy ilyen 5-6 évet, nem is tudom pontosan hány évet a magán autókereskedésébe, mint értékesítő, meg ilyen ügyintéző.
Aztán ugye nekünk is van egy autószerelő műhelyünk, kislányom születése előtt ott tevékenykedtem, úgyhogy így ez az autós vonal, ez így gyerekkorom óta. Hát hogy mertél belevágni egy autószerelő szakmába? Van autószerelő, itt tanultál? Családban nincsen, hát mindig így a barátokkal, tehát mindig a fiúkkal lófráltam, mozogtam, ugye karosszéri alakatosok, fényezők, mezőgazdaságban dolgozókkal voltam együtt, és akkor én így csapottam mindig egyik műhelyből a másikba. Aztán végül is így jött az ötlet, hogy akkor ez... Szóval, hogyha ingázol, akkor szexárnak bogyisztó között, igen, és megáll az autód, akkor nem esek kétségbe? Nem. Aláfekszel, és akkor megbüszköl. Ja, jó, az ennyi a túlzás, de nem akadunk fent ilyenen, így van. De szoktál még autót szerelni? Nagyon rég, nem. Most jó, hogy ilyen föltöltöm a föltölteni valót, meg gyereket lecserélek, meg mit tudom én, de így komolyabban már nem megyek bele. Meg ugyanálunk is már, amikor a saját műhelyünkben voltam, akkor ott is csak ilyen külföldről behozott autóknak a vámügyintézését, papírozását, műszakiztatását, ilyesmiket csináltam, tehát a tisztább meló jutott nekem ott. Hát akkor ez most éles váltás, de akkor így megmaradt mondjuk az autószerelése, a férjednek persze. Legalább a cuccait tudod a biomosószerekkel mosni. Ja, így van, ez pontosan tök jó promo különben, mert a mosószert sokan csak úgy ismerik, hogy azt az autószerelős mosószert adjam nekik, a csodamosószert, mert ők azzal akarják, ugye egy poszt kikerült annól, hogy a fiúk munkásruháját kimostam vele, és akkor onnantól mindenki a csodamosószert akarta vásárolni. Na, szuper, Ági, hát én ezt tényleg nem tudtam, úgyhogy ez most meglepetésként ért. Hát örülök, úgyhogy, neki tudok még meglepetést okozni. Igen, ügyes vagy, meg akkor hajrá tovább, hát így, szépen. Ahogy eddig is. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, további jó tévézést. Hello, Ági! Szia!